Kerekesben energia, bomba, megőrülés a színpadon, teljes hülyeség. Hát egy remek együttes. Itt népzenét játszanak, saját felfogásunkban. A Zsombornak a Hamiskás Mosoly az, ami egyből eszembe jut a kerekesbendről. Személyesen eszembe jut az, hogy ú, de jó, ezt megcsinálta valaki azt, hogy lényegében zömével, instrumentális zenével gyakorlatilag popzenei sikereket érte, és ez nekem nagyon tetszik, nagyon imponál. A kerekes ostor, a nagy, hatalmas, csattogó ostor, egy ragyogó új hang a magyar könnyűzenében, a kerekes band és az egész zenekar, egyik kedvenc zenekar. Muszáj eszembe jusson a két fehér testvér, akiket először megismertem ebből a bandából. Ezt a két nagy tehetségű és életvidám palóc gyereket, akikkel rengeteg szép közös élmény fűzött össze. Először mindig a zsombora, ahogy furuljázik. Ha azt mondják, hogy kerekesben, akkor ez a kép jelenik meg előttem rögtön. Aztán utána a többi, hogy ott vannak koncerten is, zúznak. A kerekes band név hallatán a kortárs tudományos kutatások egyik legfontosabb irányzata jut eszembe, az pedig a hibrid technológia, mert ők is igazából már Nobel-díjra érdemesek ebben a kategóriában, lévén létrehozták a csángó testbe ültetett James Brown szíve által azt az új fajtát, amely égig ér és a legtöbb termést hozza. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, kerekes család, boldog szüli napot. Boldog 20. szülinapot, ma még a nap is nektek süt.